A szabolcs szatmár bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya fontos, a napjainkban rohamosan emelkedő tendenciát mutató online csalások témakörében tartott előadást péntek délelőtt a Nyíregyházi Áldozatsegítő Központban. Az előadás a digitális biztonság fontosságára hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva az adathalászat és más online átverések elleni védekezés fontosságát. Jászai Áron, az Áldozatsegítő Központ koordinációs vezetője kiemelte, az ilyen jellegű előadások hozzájárulnak a közösség digitális tudatosságának növeléséhez, és segítenek abban, hogy a lakosság biztonságosabban és lehetőleg károsodás nélkül mozogjon az online térben. Hozzátette, a központ konkrét segítséget tud nyújtani mindazoknak, akik súlyos anyagi kárt szenvedtek egy online csalás során, akár pénzügyi gyorssegély formájában is. És az állampolgári tudatosság az, amit, hogyha tudnánk, akár a pénzügyi tudatosság, akár az, hogy a digitális eszközök milyen veszélyeket rejtenek, ha ezeket az üzeneteket kellőképpen át tudjuk adni, akkor talán ez lehet a leghatékonyabb eszköz. Hiszen azt látjuk, hogy így az azonnali utalások világában, aki megadta az adatait, az utána nagyon felgyorsulnak az események, és csak fut. A, akár a pénze után, akár a, a, a szabálytalanul felvett személyi kölcsön vagy csalás útján felvett eh, hitelei eh, után már nagyon nehéz mit tenni, akár visszahívni, hiszen ezek pillanatokon belül, akár harmadik országba, de határokon túlra mindenképpen elkerülnek. Nagyon nehéz a felderítése, ezért én azt, eh, azt látom, hogy eh, nekünk kell odafigyelni, és nekünk kell kétszer meggondolni, hogy eh, mit adunk meg, hogy mire kattintunk. Gyanús adathalász e-mailek, linkek, online átverések, banki csalások. Sajnálatos módon ezek ma már szinte mindenki számára ismerősen hangzó kifejezések, amelyek ellen elsősorban tudatos internet használattal védekezhetünk. Az előadás azonban nem csupán a veszélyekre hívta fel a figyelmet, hanem gyakorlati tanácsokkal is szolgált arra vonatkozóan, hogy hogyan védekezhetünk az online csalások leggyakoribb formáival szemben. Dr. Kovács Attila Alezredes, a szabolcs szatmár bereg Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője hangsúlyozta. A digitális világban való tájékozottság és az elővigyázatosság alapvető fontosságú, és a megfelelő információ birtokában könnyen megelőzhető minden online térben elkövetett bűncselekmény. Az Alezredes hozzátette, az utóbbi időben jelentősen megszoporodtak a banki csalásokkal kapcsolatos visszaélések. Hát, amit legelőször kiemelnek az a banki csalások, amikor is arról van szó, hogy a bank képviselőnek kiadva magát, személyek telefonon felhívnak, hogy e-mailt küldenek egy leendő áldozatnak, azzal kapcsolatban, hogy valamilyen gyanús tranzakciót észlelnek, hogy egyáltalán be kell avatkozni a bank biztonság szempontjából, ezért kérik, hogy adják meg a folyószámlaszámot, számot, a hozzátartozó felhasználó nevet, vagy PIN kódot, vagy bármilyen más személyes adatot. Nyilvánvalóan ez életszerűtlen. A bank tisztában vele, hogy az ő milyen folyószámlaszáma van, az ügyintézés sem kér PIN kódot, vagy felhasználó Nevet, tehát ezek elég könnyen elkerültő bűncselekmények. Egy néhány perces beszélgetés révén bárki olyan információk birtokába kerülhet, ami révén megelőzhet egy ilyen helyzetet. Az előadás a Kiber Expo program keretében valósult meg, amelyet idén azért hívott életre a rendőrség, hogy folyamatosan tájékoztassa a lakosságot a legújabb kiberbiztonsági kihívásokról és védekezési stratégiákról. Az eseményen résztvevők nem csupán az online csalásokról, hanem akár a cyberbullying, vagy bármilyen más online térben megvalósuló bűncselekményről is tájékoztatást kaphattak. A cél, hogy mindenki kézzelfogható tanácsokat kapjon, annak érdekében, hogy ne legyen áldozat.